Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk támogatója a Rolatast, ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Október 9-én az FRT Kupa újabb kiskunlacházai fordulójának keretein belül családi napot és partner találkozót tartott a Tiszák Kft. Eme remek kezdeményezés keretén belül a vendéglátó Tiszák Péter jóvoltából több ismert rallis pilóta is felkérést kapott, no meg autót. Nem volt más feladatuk, mint magukat és a vendégeket szórakoztatni. Sikerült összehozni két év után újból egy ilyen családi nap partner találkozó, egyben sok ladás pilótát megtréfálni, hogy első kerekes autót kipróbálhasson, akár összkerekest is. Hogy hála Istennek az idő kedvezett, a dolgok összeálltak, partnerek is kijöttek, úgyhogy jó kis csapatot sikerült összehozni. Én is egy kicsit kibontakozok, ugyebár 9 éve abba hagytam az autósportot, mert akkor jött egy lehetőség, egy cégalapítás, egyebek. Úgyhogy akkor félre kellett tennem a sisakot, mindent. Ez már hagyománnyá vált részben, mert talán harmadik éve ez így folyamatosan megvalósult, tavaly nem sikerült, ugyebár, de hát azért mindig minden évről egyre nagyobb és egyre többen jelennek meg, aminek örülök. Meg az ország több pontjára is eljönnek barátok, autóznak, visznek itten gyermekeket, felnőtteket, úgyhogy nagyon jó a rendezvény, én úgy gondolom. Tóth Tibor a Magyar Rally Bajnokság elit társaságának tagja, a Skoda Fabia R5-tel a remek autót most is elhozta a rendezvényre, amelyeket ő különösen kedvel. Én nagyon szeretem ezeket a rendezvényeket, itt úgy gondolom szabadon lehet autózni, kiélhetjük magunkat viszonylag büntetlenül, mert egy-két gumi van, fa, árok, ilyesmi nincs, így élvezetes menni. Peti megkért rá, hogy vigyek egy pár ismerősét, barátját, autózunk. Élvezem én is, tanulok én is közben, meg remélem örömet szerzek egy pár embernek. Pap Róbert közel negyed század kihagyás után gondolta úgy, hogy a navigátori széket a bal egyre cseréli. Most jött ki rajta, amivel 25 éve fertőződött meg. Az első kilométereket már tegnap megtettem itt az edzés folyamán. Ha szabad így fogalmaznom, akkor elvesztettem a szüzességemet, így a rally oldaláról. A bal oldal, ugye, mert 27 évvel ezelőtt navigáltam a Dara Gábornak még annó. Óriási élmény volt akkor is, nagyon sokat tanultam így is, tőle is, abban pár hónapban, amíg együtt mentünk. De hát így ez a bal egybe is ezzel az autóval, azért ez teljesen más helyzet. A gyorsulások azok jók, a fékutak, a fékezésnél azt kell azért megszokni, de nagyon kedves az autó, és unokatestvérem Svatek Zsolti mondta, neki köszönhetően kerültem ismét ebben a mérgezéses állapotba, hogy stílusosan kell kezdeni. Na hát én kihagytam minden másik lépcsőfokot, úgyhogy élvezni szeretnénk azt, hogy ennek a családnak ismét a tagjai lehetünk, és ez azért fontos a jövőben szerintem is. Természetesen a cégünknek a színeit használtuk mindenhol, ami a piros, a szürke, a fekete és a fehér, mert ez köszönne vissza. Geiger Máté csinálta a legnagyobb sót. Az Omega együttes is megirigyelte volna azt a füstmennyiséget, amit ő a gumik használatával csapott. A Tiszák Kft. Jóvoltából kaptunk egy meghívást erre a hétvégére, aminek szeretünk volna eleget tenni, meg felhoztuk a saját autónkat, és Péter Jóvoltából kipróbáltunk egy 208 R2-t, ami egy megtisztelő dolog. Jó volt, túl a Zsigulihoz képest, túl egyszerű minden, egyértelmű benne minden. Megáll, kanyarodik, fékez, egyszerű. Különösebb átállást azért nem igényel. Mind a kettő nagyon nagy élmény egy ilyen versenyautóval menni. És utcai gumival megyünk továbbiakban is, csak igen. Én ebben szeretek szórakozni, imádom, nagyon szeretem. Hiányzik az, hogy zsigulizhassak, úgyhogy most ezt kiélem.
Vukovics Lilla, aki a Mitropa Kupa nemzetközi versenysorozatában a historik abszolút bajnok navigátor lett Mészi Ati mellett, leendő pilótáját tesztelte már a 2022-es évjegyében. Vagy fordítva? Geiger Mátéval próbáljuk a Zsigulit. Élmény autóztatunk, meg segítek neki, megyünk keresztbe hosszával. Azzal meglepően jól megy a Máté. Tehát az képest, hogy első kerekes, meg először ment vele, szerintem nagyon-nagyon jól ment, és nagyon nagy élmény volt. Próbáltam segíteni, bár átbeszélünk nincsen, úgyhogy így összegyűjtöm az információt, ahogy megyünk, és a végén megpróbálok mindent így elmondani, mint tapasztalat, de egyetértettünk egyébként mindenbe. Igen, ott már biztos a bajnoki címe, most ahogy számoltuk, nem tud utolérni az, aki most a második helyen van. Tehát nem, most már csak két verseny van, azon már nem tud annyi pontot szerezni. Bacsa Tamás újra a pályán. A júniusban balesetet szenvedett ORC abszolút bajnok pilóta egy első kerekes autóval tért vissza, láthatóan meghatódva. Hála jó Istennek, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek ezen a versenyen. Köszönöm a csapatomnak és a Prigyeni Péternek, hogy lehetőséget biztosított itt most nekünk részt venni. Már a tegnapi nap folyamán volt egy kis beavatásom egy Mitsubishivel, UC-gumival, ami már úgymond megalapozta a hétvégét jellőképpen. Most pedig egy Peugeot 208 R2-vel tudunk itt részt venni. Próbáljuk kicsit állítgatni az autót, magunkra szabni, mennyire tudjuk itt most a körülményekhez képest. És boldog vagyok azért, ezt most meg kell mondjam. Voltak mély pontok is, amikor nem teljesen olyan volt az egészségügyi állapotom, hogy bizakodjak a jövőt illetően, de hál' Istennek egy dolgot tekintettem, hogy minél hamarabb felépülni és visszajönni autóba, mert nem szabad ezt abba hagyni, úgy gondolom, annyi munkaenergia van belefektetve, mint a mi részünkről, mind a csapat részéről, hogy ez így nem múlhat csak el. És akkor hallgassuk sorban, hogy érezték magukat a benzingőzben a partnerek. Tiszák Kft-től kaptuk a meghívást, ők is versenyeznek itt ezen a versenyen, és akkor egy ilyen partner találkozót hoztak össze. Nagyon jó az együttműködés, mivel túlméletes fuvarozással is foglalkozunk többek között darúzással, és ők nagyon sokat dolgozunk együtt, és ennek az apropójából kaptuk a meghívást, úgyhogy itt körülnézzük. A család másik fele az éppen versenyzik. Belgiumban vannak Spában, de versenyzik a Tamás most, úgyhogy reméljük, hogy nagyon jó eredmény lesz majd. A Tiszák Kft-t használjuk kísérletre mi is, mint sokan. Gokárdoztam gyerekkoromban, szép, látványos, tetszik. Szerintem vissza fogok térni a gokárdozáshoz először. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk szerencsére. Mindig őt hívjuk, őket hívjuk, amikor ilyen túlméret kísérlet van. Majd még barátkozok a gondolattal. Megnézem, hogy ő hogy viseli. Idén harmadszor került megrendezésre a Rally Hungary, az ERC sorozat hazánkban rendezendő Rally Európa bajnoki futama. Most már hagyományosan nyíregyházai központtal. A szurkolók eufórikus hangulatban várták már a péntek esti szuperspeciát, amelynek helyszíne a Mária Pucsi Rabócsi ring, szintén nem először. A show elemekkel tarkított párhuzamos pályán már időre mentek a versenyzők, de az igazi megmérettetések a szombati zempléni és Tokaj környéki pályákon kezdődtek. Sajnos nem mindenkinek, hisz a krónikához tartozik, hogy váratlan események szakították meg ideiglenesen a futamot. Versenyautók gyulladtak, nézőket és túrázókat is el kellett látniuk a versenyre delegált mentősöknek. De ezek nem előre kalkulálható dolgok, sem rendezőnek, sem versenyzőnek. Így aztán egy viseletes nap után tért a mezőny a szombatesti szervízpontra. László Zoltán visszatért nyári hármas csigolyatörése után, most indult először. A mi legnagyobb örömünkre, viszont kezelőorvosai számára a következő riport megtekintése szülői felügyelet mellett is szigorúan tilos. Hát így volt, nagyon jó volt visszatérni ebbe a közegbe. Én mindig is szerettem és nagyon hiányzott, főleg az egész nyarat avval töltöttem, hogy próbáltam meggyógyulni. Ugyan azt mondták, hogy ez 6 hónap lesz, most a 4. hónapnál tartok.
Az orvos még nem engedélyezte, de remélem, hogy nem fog tudni róla, hogy itt vagyok, de mindenesetre nagyon jól érzem magam. Olyan 2 órán keresztül csináltuk az ülést, hogy jó legyen és kényelmes legyen, és az etapon is úgy megyek, hogy teljesen be vagyok kapcsolva, tehát teljesen szorosra be vagyok kapcsolva, és akkor teljesen jól tartja a derekamat. A mondás szerint az alma nem esik messze a fájától. Pedig igen, mert amíg az édesapa az orvosokkal vív, addig fia László Martin a junior világbajnokokkal. Nagyon reméltük, hogy a magyar mezőnynek az elejébe tudunk autózni, de valahogy nagyon elmaradunk most az Európa-bajnoki mezőnytől. Nem tudom, hogy mi a probléma. Bennem van valószínűleg a baj, mert az autó az tökéletesen működik. Azt gondolom, hogy az itinerünk is nagyon jól sikerült, csak valahogy én nem hiszem el, hogy ezt tényleg meg lehet itt csinálni. Nem tudom, holnap egy új nap lesz, remélem, hogy tudunk sokat gyorsulni. Akik eddig nem követték a pályafutásodat, azoknak tudniuk kell, hogy te külföldön versenyzel, az ERC-ben vagy érdekelt, ott favorizálod a csapatot, és hát nyilván te magadat az ottani ellenfelekhez méred. Nyilván persze, most a junior világbajnoktól a Pajari, aki ide jött, vagy múlt héten megnyerte a spanyol rallit, őtől kapunk 9 másodpercet füzéren. Nyilván ez nem sok, de hát azért nyilván rosszul esik, mikor lejössz és azt hiszed, hogy mindent megtettél, és 9 másodperc. Nyilván ő a világbajnok, nem szégyen tőle kikapni, de hát ez van. Műsorunk támogatója a Rolataszt, ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Ákos, benn vagyunk az esti szervizbe, végül is túl vagytok az első napon, de neked kéne összefoglalni, hogy mennyire vagy elégedett, vagy sem. Igenis, meg nem is. Nagyon sokat tapasztunk, ami azért úgy lefárasztott. Kevesebb gyorsaságit mentünk, gyakorlatilag 4-et összesen, abból nekem a 3 volt az, ami teljes volt, mert az egyiken eltört a féltengelyünk. Úgyhogy, de jól érzem magam az autóba is, tetszik is, nem csináltunk vele semmi fejlesztést, igazából csak kijavítottuk a hibákat, de talán most tetszik a legjobban egész szezon. És a pályák? Azok nagyon jók szerintem. Mentünk már ezeken a részeken, vannak benne új részek, de ezek mindig nagyon változatosak, hol tempós, hol szűk, van benne kis múrva is, úgyhogy nekem ezek bejönnek. Nos, srácok, itt vagyunk az esti szervizben, és én úgy gondolom, hogy ennek az egész napnak a legnagyobb jelentősége abban mutatkozik, hogy visszatérhettetek. Hogy éltétek ezt meg, ezeket a pillanatokat? Látszik most az arcunkon, hogy nagy az öröm. Igaz, keveset tudtunk a mai nap folyamán autózni, nem a betervezett ösztáv volt, sajnos volt egy-két etapszakasz, amit nagyon sajnálunk. Voltak olyan gyorsaik, amiket nagyon szerettem volna menni, de hát ez most nem jött össze. Rengeteg olyan pozitív meglepetés ér benne minket, ami szerintem eddig nem gondoltuk, hogy egy ilyen kis autóval ennyire jól lehet autózni. Tényleg tipikus versenyautó. Jók a gumik, most ezt a Pirelli abroncsot próbáljuk. Én úgy gondolom, hogy lehet benne bízni, és tudunk még vele gyorsulni. Ráti Gergő a tőle megszokott higgadtsággal vette tudomásul az apró hibákat, autója meg Gergő tempóját. Kisebb elektronikai gondjaink voltak, de ezek inkább ilyen kontakthiba jellegűek, és megmozgattunk egy kapcsolót például, és akkor attól helyre is jött. Ezen kívül a gyújtás megszakítása az teljesen tönkrement, és kuplungolnom kell a váltáskor. Most erre nem tudtam rájönni, hogy mi lehet a hiba. Megmozgattam ott is a vezetékeket, de sajnos nem javult meg tőle, úgyhogy most így megyek. De ezek nem olyan gondok, amitől ne tudnék gyorsan menni, úgyhogy végül is megoldottuk ezeket. Nehéz volt, de jól alakult. Nagy előnyt tudtunk kiautózni, igazából elégedett vagyok. Vasárnap 7 gyorsasági várt a komplett mezőnyre, köztük a nyíregyházi belvárosi. Rengetegen voltak kíváncsiak a házak közötti szágódásra, és a mezőny kárpótolta is őket. Az estére azonban még a kitartó szurkolók is megfogyatkoztak, hisz az újabb váratlan dolgok miatt a nyíregyházi éjszakába nyúlt a célceremónia. A pilóták arcára elsősorban a fáradtság ült ki, de legbelül boldogak voltak,
mint Hadik András, a 2021-es magyar abszolút bajnok. Tegnapi napon nagyjából eldőlt ennek a címnek a sorsa. Ugye a mai napon nekünk annyi feladatunk volt, hogy biztonságban célba érjünk. Nagyon nem kellett odafigyelnünk arra, hogy milyen eredmény születik majd a végén. Igazándiból ennek függvényében próbáltunk meg versenyezni, de a mai első két gyorság én annyira óvatos voltam, hogy már ez kezdett veszélyessé válni. Úgyhogy utána próbáltunk egy kicsit lendületesebben autózni. Én úgy gondolom, hogy egy jó versenyen vagyunk túl, illetve egy szenzációs éven, amikor ugye Veszprém Rallyn óriási balesetünk volt, és fel tudtunk belőle állni, és most itt vagyunk a Nyíregyháza Rally, illetve a Rally Hungary-nek a céljába, és megnyertük a magyar bajnokságot, úgyhogy nagyon örülünk. Ugye mindennek köszönhetek azt, hogy itt idáig jutottam meg hogy itt lehetek vele, és mellette mi azért 12 éve, 12-től együtt versenyzünk, 2000-től vagyunk nagyon jó barátok, úgyhogy én valószínűleg nem is versenyeznék, ha nem ő vele mennék, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy itt vagyunk. Mindig megpróbálunk a feladatunkra koncentrálni, és talán ez a titok nyitja. Én nyilván a versenyen segítem, hogy oda találjunk ahova, de tehát azért a munka nagy része az nyilván, aki a kormány tekergeti azért. A csapat is tökéletesen dolgozott, én úgy gondolom, hogy az egész évben, úgyhogy szeretném nekik is megköszönni ezt a dolgot. Ugye amikor Veszprém Rallyn összetörtük magunkat, akkor utána a Vértesnek a céljába tökéletes autóval tudtunk odállni, úgyhogy tényleg le a kalappal mindenki előtt. Nem kérdés, hol fogsz ülni 2022-ben? Ez sose lesz kérdés. Amíg Andris versenyzik, és szüksége van rám, én biztos, hogy vele fogok. Végre itt vagytok a célban, nyilván ez volt az elsődleges feladat, de nyilván az is tény, hogy jobban szerettetek volna ünnepelni. Persze, hát nyilván célba értünk, ez mindenképp jó, hiszen eddig még nem sikerült ezen a Zemplén Rallyn vagy Nyíregy Rallyn, de hát nyilván nem így terveztük, nagyon sajnáljuk ezt a defektet, egyértelműen ez állt úgymond szerintem közénk, meg a bajnoki cím közé. Nem egyszerű most mit mondani. Szerintem nagyon jól összerakott hétvégén vagyunk túl, nagyon jól dolgozott mindenki, stabilak voltunk, jó tempónk volt, látszott, hogy az EB eléhez is tudtuk magunkat mérni, úgyhogy én örülök ennek. Az autózás azt nagyon élveztük, tehát amikor a gyorsaságén voltunk, akkor füligért a szánk, amint leértük, akkor leesett így a széle, de alapvetően inkább azt mondom, hogy jó ízűen akartunk egész nap autózni, és ebben talált motivációt, hogy tényleg érezzük jól magunkat. Akkor abból kell erőt meríteni, hogy most hogyan tudtatok veszteni, hogy legközelebb megnyerni tudjatok. Hát így, persze, innen szép felállni, meg hát nyilván nem nagy kudarc ez, meg ez, persze, nyilván, tehát ez egy hatalmas eredmény. Csak hát, hogy itt volt előttünk ez a mézes madzag, aztán most elcsúszott. Kristóf, végre ti is megérkeztetek, de szerintem ti is így voltatok ezzel. 4:10 van vasárnap este, és itt vagytok végre Nyíregyháza főterén. Szerencsére jó eredménnyel, tehát az ORB abszolút harmadik helyén célba sikerült érni, és elég nehéz versenyen vagyunk túl, de örülünk neki, hogy az autó szinte karcmentes, és tényleg lehoztuk a harmadik helyen ezt a versenyt. Milyen volt a vasárnapi nap? Talán ezek a pályák jobban feküdtek neked, nem? Igen, abszolút, mivel jó idő is volt, és nem kellett annyira figyelni a defekt veszélyre, amire én igazából főleg koncentráltam a szombati napon, hogy azt megússzuk. Ez sikerült is, azon kevesek közé tartozunk, akik defekt nélkül le tudták hozni a szombatot, és most ez meghálálta magát, azért vasárnap itt vagyunk az ötödik helyen az ORB-be, úgyhogy jól érezzük magunkat. Mégis akkor most már összességében a tervek szerint zajlott minden? Így van, talán egy kicsit, ha többet merünk vállalni, vagy kellett volna vállalni, de mondjuk az eldöntődött már a szombati nap végére, hogy nem kell sietnünk, mert messze volt már a Kristóf előttünk. Úgyhogy egy jó ízűt tudtunk autózni, és az utolsó két gyors, egy picit elsporoltuk, de ennyi, a többit azért lenyomtuk rendesen. Mi a terv még ebben az esztendőben, láthattak-e a szurkolók? Nagyon sűrű volt nekünk ez az esztendő, így a 3 hetente történő versenyzés azért arra a család és a céges dolgok mellett kevés idő jutott, vagy nagyon sűrű volt így, úgyhogy pihenni szeretnénk most egy 4 hónapot. Egy nagyon fiatal pilóta tehetsége ért be. Hangodi Bendegúza 2021-es Peugeot Kupa győztese. Igen, ezt most így, hogy ezt kimondtad, ezt most nem... Fel kell dolgoznom, meg nem nagyon hiszem el még ezt az egész dolgot.
mi úgy jöttünk ide, hogy nyilván volt a Peugeot kupába bajnoki esélyünk matematikailag, de én abszolút nem gondoltam volna, hogy ez lesz a forgatókönyv. Beszéltük Lacival, illetve én mondtam, hogy nagyon ironikus, hogy az első versenyt a semmiből megnyertük, és az utolsót is így zártuk, szóval nagyon jó. Amilyen jól kezdődött, az olyan jól zárult ez a szezon. Ha meg minden igaz, az ORB két VD-be ott a harmadik évvégi értékelésben a harmadikat sikerült megszerezni, úgyhogy az is csak haba tortának, de ennek a Peugeot-nak nagyon örülünk. Az interjú pillanatában Ráti Gergő még nem tudta, hogy az elért eredményét megtarthatja-e vagy sem. Hallgassuk csak miért. Hát szétment a kuplungunk sajnos, az olaj folyik kifelé belőle, és nem tudtuk megjavítani, mert le kellene hozzá szedni a váltót, és most próbálunk bevenni a parkfermébe, úgyhogy még nincsen vége sajnos. Így van, hogyha sikerül beérnünk, akkor abszolút másodikak leszünk, a két VD kupát is megnyerjük, és a kategóriánkat is, úgyhogy hát remélem, hogy sikerül, most elindítóval el tudunk élni egybe, és akkor beerőltetjük valahogy. Hú, így hirtelen rövid mondatokban nehéz összefoglalni, mert nagyon sok pozitív élmény ért minket. Egy rettentő jó indulatú autót tapasztaltunk meg, és minden egyes kilométerét élveztük. Próbáltuk ez az egész versenyhez úgy hozzáállni, hogy nyilván nem mentünk még ilyen autóval is fokozatosan felépíteni. Úgy gondolom, hogy itt van a célban, és tudtuk teljesíteni. Először is mindenkinek, főleg neked szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy itt mehettünk a Nyíregyháza rallin. És a baleset után szerintem nagyon fontos volt a visszatérés. Az igazság, hogy kevés negatívumot tudok elmondani, vagy talán nem is. Nagyon, nagyon végig együtt éltünk az autóval. Nagyon jó a fékezője, nagyon jó a kanyarsebessége, és úgy gondolom, hogy ez az út vezet ahhoz, hogy ha egy nagyobb autó belülünk, akkor ezzel hasonlóképpen gyorsan fogunk tudni menni. Hát ugye alapvetően etapokkal kezdtük a tegnapi napot, és nagyon sok volt. A megállapot idők nem kedveztek, itt több mint 2,5-3 percet vesztettünk még úgy is, hogy hát beadványokkal éltünk, de így is megmaradt körülbelül egy 3 perc, amit le kellett volna dolgozni, de hát azt gondolom, hogy képtelenség. Azon kívül tetszett, tehát jól éreztem magunk, jól sikerültek az itinerjeink a Tomival, voltak kisebb-nagyobb hibák, azokat tudtuk javítani, volt defektünk, azzal kellett teljesítenünk, ahogy a tegnapi napon egy gyorsasági szakaszt a kis utát, vagyis hát új utát, és a mai nap viszonylag tisztán ment, én az erdőbényét elavatoskodtam egy kicsit, azt gondolom, hogy ott lehetett volna bátrabban menni, viszont ez a fóny, ez nagyon tetszett. Belvárosban nagyon sajnáltam, hogy az autóban nincs annyi erő, hogy négy kerékkel elforgassa magát, ott sok idő elveszett azzal, hogy próbáltam megindítani, de nem úgy dolgozott, de egyébként nagy élmény volt, úgyhogy jól éreztem magam. Már vágytunk nagyon arra, hogy célban érjünk, és ez most sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülünk.